A Szatmár megyei törvényszék jogerős ítélete szerint nem tekinthető szélsőségesnek az, aki az autonómia gondolatát népszerűsíti. Az ítélet abban az ügyben született, amelyben Krakó Rudolf a Híd Egyesület elnöke panaszolta be a helyi Gazeta de Nordwest című napilapot. A lap egyik cikkében úgy fogalmazott, Krakó Rudolf szélsőséges, revizionista és autonomista rendezvényeket szervez. Krakó első fokon pert vesztett, a megyei törvényszék azonban helyt adott a panasznak, és nyilvános bocsánat kérésre kötelezte a magyar ellenes írásairól ismert napilapot.